A Pest megyei főügyészség a Nemzeti Nyomozóiroda gyors és eredményes nyomozásának befejezését követően különösen jelentős kárt okozó csalásbüntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a ceglédi székhelyű befektetési és értékpapírkereskedelemmel foglalkozó cég tulajdonosaival, vezető és más alkalmazottaival szemben áll a vádiratban. A ceglédi székhelyű broker cég két vádlott tulajdonában állt. A bűnügy három vádlottja 2012-től kezdődően a broker cég érdekkörében álló cégcsoportot hozott létre. A cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok 2012 és 2014 között vállalati kötvényeket bocsátottak ki, amelyekre fedezetük nem volt. A kötvények kibocsátásának céljaként ingatlankereskedelmet és különböző gazdasági tevékenységek finanszírozását jelölték meg. A vádlottak cégei azonban valójában semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytattak, amelynek eredményéből a fedezet biztosítható lett volna. A kötvényeket az ügyfelek részére előnyös kamatozású, biztonságos és tőkevédett értékpapírként forgalmazták. Az ügyfelek a hiányos vagy megtévesztő információk alapján abban a tudatban vásárolták meg a kötvényeket, hogy a befektetésük megtérülése kellően biztosítva van. Ezen az úton a vádlottak mintegy 190 sértettet, magánszemét és céget tévesztettek meg, 5 millió forinttól 100 millió forintig terjedő összegű kárt okozva. A broker cég önkormányzatoktól is kapott befektetési megbízást, az önkormányzatok által a cégre bízott összegeket, azonban nem az ügyleti felhatalmazás és a vonatkozó pénzügyi szabályok szerint használták fel. Az önkormányzatokkal megbeszéltekkel szemben azok hozzájárulása nélkül a broker cég érdekeltségébe tartozó cégek kötvényeire fordították, vagy jogtalanul elvonták az önkormányzatok pénzét. Két vádlott tulajdonában lévő brókercég érdekeltségébe tartozott egy ceglédi Kft., amely a 2000-es évek elejétől kezdve jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytatott. Ez abban állt, hogy a brókercég égisze alatt működő Kft. Az ügyfelekkel befektetésre hivatkozva kölcsönszerződést kötött, amelyben 20-40% közötti hozamot ígértek, ám ennek nem volt reális alapja. A cég ugyanis nem foglalkozott befektetéssel, az esedékes kifizetésekhez és a kölcsöntartozások kiegyenlítéséhez az új és a régi szerződők befizetéseiből gyűjtötték össze a pénzt. A vádlottak ezzel a módszerrel mintegy 150 sértetnek okoztak 5 millió forinttól 375 millió forintig terjedő összegben kárt. A Pest megyei főügyészség a brókercég két tulajdonosát és vezető tisztségviselőjét többek között különösen jelentős kárt okozó csalás büntettével, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás büntettével. A nagyszámú sértett vonatkozásában jelentős kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás büntettével vádolja, amely cselekményeket bűnszervezetben követték el. Ezeknek a bűncselekményeknek a büntetési tétele a legmagasabb bűncselekmény tekintve 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Ez a tartam azonban figyelemmel a tetemes bűnhalmazatra és arra, hogy bűnszervezetben követték el, akár még 15 vagy 20 évig terjedő szabadságvesztésre is kiterjedhet. A vádlottak közül ketten lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak.